Sziasztok, Nyakas Gábor vagyok, köszöntelek az újabb podcastembe. Aki videón nézi, a YouTube-on nézi, ő itt mellettem, Dió, valahol Boszkó is itt kóbászol, szerintem be fog jönni majd a képbe. Két nagyon aranyos cuki kutyáról van szó. No de, a mai részben arról fogunk beszélni, hogy hogyan kezdjük el a pórázon vezetés tanítását. Ugye az ezt megelőző részben arról beszéltem, hogy hogyan szoktassuk a kutyát a pórázhoz. Most viszont a pórázon tanításról fogok beszélni. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy az a legjobb, hogyha a póráz olyan hosszú, amilyen széles a kar fesztávod. Ugyanis ilyenkor a póráz elég hosszú lesz ahhoz, hogy kényelmesen tudjon a kutya sétálni, illetve elég rövid lesz ahhoz, hogyha megindul a kutya, vagy nehéz kézben tartani, akkor viszont nem tud nagy lendületet venni a kutyus a pórázon. Milyen a jó póráz? Hát én mindenféleképpen azt gondolom, hogy nagyon stabil anyagból van, nem nyúlik egy millimétert sem. Én szeretem a kerek alakú pórázokat, hiszen majd, hogyha bármikor a kezemre rátekerem, akkor nem fogja vágni az éle a kezemet, hiszen ugye a kör alakú póráz anyagnak nincs éle. A karabinerben én ezt a klasszikus karabinert szeretem, nem szeretem sem a tojás karabinert, nem szeretem az ollósat, tehát ez a klasszikus karabiner, aminek ugye egy ilyen lehúzó csatja van, és egy nagyon könnyű, gyors mozdulattal ki, illetve be tudom kapcsolni a kutyus nyakörvébe. És hát nagyon fontos, hogy ez is minőségű legyen, mert ugye az a legrosszabb, amikor az embernek ez a karabiner mondjuk eltörik, és a legváratlanabb szituba fog eltörni, és a kutya el fog menni a gazditól. Szóval választhatok mindenféleképpen minőségi pórázt, mert, és ez legyen a reklám helye, az általam elkészítetett pórázokra mi például örök garanciát vállalunk, az azt jelenti, hogy soha nem fog tönkre menni, hogyha mégis, akkor pedig cseréljük azonnal őket, és ezeket, hogyha olyan karabinerrel rendeli valaki, tehát Sprenger karabinerrel kéri valaki, akkor még arra is teljes garanciát vállalunk, azon túl, hogy a gyár nem vállal rá mondjuk 10 év garanciát, mert azért szögezzük le, hogy egy póráz 10 évig kiszolgál valakit, nem fogja 10 év után senki visszaküldeni, de ha mégis, akkor is kicseréljük. Szóval, hogyan kezdem el a pórázon vezetést? Hát a legfontosabb, hogy nem éles helyzetben. Ugye nagyon sokszor elmondom, hogy a legtöbb gazda azt a hibát követi el, hogy kézgyakorlatot akar megtanítani a kutyának éles helyzetben, vagyis egyszerűen bent az udvaron, ha valakinek nincsen udvara, akkor ugye a lakásban még nagyon bébi a kutya, aztán akár a lépcsőházban, hogyha van rá lehetőség, de ezekre nincs lehetőség, akkor mindenféleképpen egy olyan szakaszon, ahova minden nap le van víve a kutya a dolgát elvégezni, de nincsen sok zavaró tényező, egy belső udvar, vagy tényleg a lakó övezeten belül egy nagyon nyugodt hely, ahol nem vonják el a kutya figyelmét a különböző zajok, legyen ez másik kutya, másik ember, vagy bármilyen jármű. Ugye a gyakorlatot akár hiszitek, akár nem, a pórázon vezetési gyakorlatát nem úgy kezdjük el, hogy pórázra kötjük a kutyát, hanem fogok a kezemben egy jutalomfalatot, és természetesen akkor itt megragadom az alkalmat, hogy ebben a podcastben elmondjam, hogy nyilvánvalóan itt nem tudok minden részletbe belemenni, nem tudok mindenről beszélni, minden egyes témáról a YouTube csatornámon egy magyarázó videót is meg fogtok találni, és ez egy nagyon jó iránymutatás. No, visszatérve, hogy már így kivágtam magam megelőzvén a trollkodásokat, fogok egy kedvenc jutalomfalatját a kutyámnak, és megtanítom neki, hogy a lábamra rászorítom a jutalomfalatot, attól függően milyen magas a kutya, ugye a lábszárom oldalsó részére, térdmagasság, vagy akár combmagasságba, és megtanítom neki, hogy mindenféle kényszer nélkül saját akaratából, saját szabad akaratából kövesse a kezemet. Nyilván a fokozatosság elve alapján először egy-két lépést, ha szépen követi, benn van a kis óra a kezem, be, akkor adom neki a jutalomfalatot, aztán majd ezt fel fogom fejleszteni olyan szintre, hogy akár több száz lépést is tudjon követni a kutya, és már ne kelljen ugye a jutalomfalatot az óra előtt tartanom, hanem akár ezt fel tudjam emelni, illetve tudjam a mozgásomat úgy kivitelezni, hogy az teljesen egy természetes séta, vagy egy teljesen természetes mozgás hatását keltse, vagyis az legyen.
és amikor a kutya megtanulta, hogy baromi jó dolog a jobb oldalt és a bal oldalt utánam jönni, nyilvánvalóan ezt a lakásban, udvarban kezdem el, akkor fogom a pórász tanítást elkezdeni. Igen, jogos a kérdés, felteszitek, de hát én most látom ezt a videót, már az én kutyám nem kölyök, az én kutyámon már van pórász, mit csináljak? Ugyanazt fogjátok csinálni, ugyanúgy megtanítjátok nekik, hogy nagyon jó dolog menni mellettetek. Mondom, erről fog készülni YouTube videóm, és lehet, hogy mire ezt a podcastet megnézed, akkor már ezt meg is találod fönt. Szóval nem baj, hogyha a kutyát már valamennyire sétál pórázon, vagy egy ideje pórázon sétáltatod, mindenféleképpen kezd el ezt a gyakorlatot. És ugye úgy kezdjük ezt, hogy póráz nélkül. Amikor szépen megy, akkor rá fogjuk tenni a kutyára a pórázt. A póráz lehet a kezedben, a póráz húzhatja a kutya maga után a földön, és ugyanígy megmutatod neki, hogy most már a pórázzal a kezedben is el tudod élni, hogy jöjjön utánad. Itt fog először belelépni a gyakorlatba az első úgynevezett technikai kontroll, amikor a pórázzal valamilyen mozgást megakadályozol, mikor mondjuk hogy fordulsz, hogy lemaradjon, vagy hogy eltávolodjon tőled. És hogyha ez megvan, akkor el lehet kezdeni ugye a kutyával kint gyakorolni. Nagyon fontos, hogy nem a kutyán tanuljuk meg a pórázt kezelni, ebben a részben ezt még mindenféleképpen elmondom, hanem úgy tanítom meg minden gazdának, hogy a pórázt valami stabil dologhoz kiköttetem, aminek nincsen rugózása, mondjuk egy kerítés oszlophoz, és megmutatom a gazdáknak, hogy hogyan kell a pórázt megrántani, vagyis a pórás soha nem lehet feszes, mert a feszes pórázt nem lehet megrántani, csak húzni lehet. Ahhoz, hogy a feszes pórázt meg tud rántani, előtte le kell lazítani. Nagyon rövid úton fogod megrántani a pórázt, és arra figyelsz, hogy ez tényleg egy impulzusszerű rántás legyen, ugyanis az agy a végrehajtó szervekig az idegpályákon keresztül hasonló jelzést juttat el, mondjuk amikor belenyúlsz a tüskébe és hirtelen elkapod az ujjadat, na ezt az impulzust, amit ilyenkor érzünk, kell lemásolni a pórázzal, ugyanis ez egy veleszületett reflex minden kutyával, és pontosan érteni fogja, hogy ez azt jelenti, hogy amit éppen csinálok, azt nem csinálhatom, fejezzem be, ne húzzak, ne uráljak, vagy éppen ne szedjek fel valamit a földről. Visszatérve, ezt mindkét kézzel meg kell tanulni, ezt a póráz mozdulatot, illetve a póráz kezelni, és azért nem a kutyán kezdjük, hogy egyrészt a kutyának ne kelljen elszenvednie azt a folyamatot, amíg te megtanulod a pórázt tökéletesen használni, másrészt egy mozgó, ugráló kutyánál ezt nagyon nehéz kivitelezni, harmadrészt meg hozzá fogod szoktatni már a nyakát valamelyest ezekhez az impulzusokhoz. De hogyha kikötöd ezt egy kerítésoszlophoz, és naponta, 3-4 napon keresztül kétszer-háromszor egy-két percet gyakorlod, akkor benne lesz a mozdulata a kezedbe. Ugye az a lényeg, még egyszer, a laza pórász rántod meg nagyon rövid úton, néhány centis úton, és nem hagyod bent a mozdulatban a rántás, hanem azonnal visszalazítod. Egyrészt nem akarlak untatni benneteket ebben a podcastben, ha csak hallgatjátok. Azok, akik viszont nézik, azoknak majd meg fogom mutatni, hogy ezt a mozdulatot, tehát ezt a hirtelen történő rántást hogyan tudod elérni. A magyarázó videóban nagyon részletesen többszögből meg fogom mutatni. Szóval, hogyha a kutyád érti, hogy önállóan nagyon jó dolog a lábad mellett menni jobb és bal oldalt, akkor elkezdheted rátenni a pórázt, ezzel párhuzamosan megtanítod ugye magát a mozdulatot a kutyának, hogy minden mozdulatot le tudsz állítani, és itt tényleg nem részletesen mentem bele, hogy milyen szögbe, hogyan rántod a pórázt, hiszen ez a magyarázó videóban benne lesz, akkor elkezdheted ezt alkalmazni a fokozatosság elve mentén, egyre ingerben gazdagabb körülmények között, miközben sétálsz a kutyával, de először mindenféleképpen éppen olyan helyen próbáld ezt kivitelezni, ahol nem zavar semmi a kutyát. Nagyon fontos, hogy ez hámon nagyon nehéz megoldani, de ha ügyes vagy, később megtudod, meg kell találni hozzá a megfelelő nyakörvet, nem mindegy, hogy milyen nyakörv, nem mindegy, hogy van fölrakva a kutyára, és minden kutyára más-más kell, tehát ebben most nem megyek bele, és egyébként podcast erről nem fog készülni, ez benne lesz abban a videóban, ahol megtanítom a megfelelő pórász használatát. Egyébként régről vannak ilyen videóim fent a YouTube csatornán, de hamarosan érkeznek az újak. Ahogy mondtam, lehet, hogy mire ezt meghallgatod, már fent vannak, úgyhogy a Kutyaiskola Nyakas Gábor a YouTube csatornára mindenképpen látogass el. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy meghallgattál, remélem, hogy érthető volt, és legalább egy hasznos dolgot tudtam mondani a számodra. Ne felejtsetek el bekövetni az Instagramon, a YouTube-on, a Facebookon Kutyaiskola Nyakas Gáborral. Legközelebb is érkezek egy hasonlóan érdekes és hasznos podcasttel. Sziasztok!